fontos számunkra, hogy nem feltétlenül csak a dolgozókkal kell elkezdeni ezeket a programokat, hanem szeretnénk bevonni a diákokat, a következő generációt. Így került megrendezésre az első Nature Bridge program, aminek ugye ti is részesei vagytok. Az pedig külön öröm számunkra, hogy az idei program résztvevői közül, akik 55-en voltak összesen, 7-et Magyarországról választott ki az Alcoa. Azt tudni kell, hogy ennek semmilyen kapcsolódása nem kell, hogy legyen az Alcoa, az tényleg az, hogy az adott országból, akik jelentkeznek, a legjobbakat válasszák ki, úgyhogy ezt külön gratulálok nektek, hogy sikerült bekerültök ebbe a programba. Csütörtök délután találkoztak egymással azok a fiatalok, akik vasárnap reggel indulnak Amerikába, hogy ott más nemzetek diákjaival közösen vegyenek részt egy kéthetes tanulmánytúrán. A fiatalok egy hátizsákos kiránduláson vesznek részt, két amerikai nemzeti parkban, ahol előadásokon vehetnek részt, de különféle feladatokat is kapnak közben. Nature Bridge programunk több tíz éve működik, az Alcoa Alapítvány, illetve a Nature Bridge intézménynek a társfinanszírozásában, és gyakorlatilag nagyjából azt mondhatom, hogy egy ilyen 5-10 fő között mozog azoknak a hallgatóknak a létszáma, akik Magyarországról tudnak részt venni ebben a programban. Jellemzően Amerikában, egy-egy nemzeti parkban szokott maga a program megvalósulni, aminek a lényeg az, hogy ilyen hátizsákos túrákon vesznek részt a résztvevők, és közben pedig különböző előadásokon vehetnek részt, és ezeken az előadásokon ilyen igazából próbáljuk az ökotudatos hozzáállásokat, ezeket a magatartásokat erősíteni bennük, mert hogy valójában ők lesznek a jövő felnövő generációi, akik majd tudnak tenni a környezetünknek a megóvásáért. Tehát a fő célunk ez a környezettudatosságnak a hangsúlyozása a program keretein belül, és ugye miatt van az, hogy a 16-18 éves korosztályt célozzuk meg. Mit ad ez a program a gyerekek? Én azt gondolom, hogy hatalmas élményt, legalábbis remélem, illetve általában ez jön visszajelzésként, hogy egy soha vissza nem térő lehetőség, tehát az, hogy gyakorlatilag a teljes költségét finanszírozzuk annak, hogy ők kiussanak Amerikába, ott részt vegyenek egy kéthetes programban, és amilyen előadásokat meghallgathatnak, amilyen programokban részt vehetnek, akár ilyen kutatási programok, az azt gondolom, hogy ez tényleg olyan, ami nem mindennapos, és nincs nekik erre minden nap lehetőségük. Plusz még az is, hogy ugye egymással is olyan kapcsolatokat tudnak kialakítani, és nem csak ugye a Magyarországról résztvevő diákok, hanem ugye a nemzetközi diákokkal olyan kapcsolatokat, ami akár életre szóló kapcsolat is lehet, és ez segítheti nekik a jövőben is a boldogulásukat. Idén a Yosemite Nemzeti Parkba, illetve a Shenandoah Nemzeti Parkba mennek a diákok, és az előadások fókuszában a biodiverzitásnak a megőrzése van, illetve a klímaváltozás hatásainak a vizsgálása, és ezekben a témakörökben hallgatnak meg előadásokat, illetve ilyen kisebb kutatási projektekben vesznek részt. Korábbi években voltak hallgatók Kanadában, Pireneusokban például, vagy Brazíliában, és akkor az ebihalaknak az életét vizsgálták, vagy így az uzmókkal kapcsolatban végeztek méréseket, hogy a fáknak melyik oldalán vannak, hogyan nőnek. A fiatalok már várják az utazást. Hegyi Vanda azért jelentkezett a programba, mert az ott szerzett tudást szeretné későbbi tanulmányai során felhasználni. Én Pécsen fogok most majd szeptembertől tanulni környezetmérnöki szakon, és úgy gondoltam, hogy ez egy hatalmas lehetőség, ráadásul ez ilyen pluszat ad a tanulmányoknak is, és így nem úgy megyek oda majd, hogy nem tudok semmit. Meg én 4 évig ezt tanultam, környezetvédelem és vízgazdálkodás szakon, úgyhogy én ezért döntöttem így, hogy ez ilyen jó lehetőség lenne számomra. Miért pont ezt a pályát választottad egyébként? Hát ez vicces történet, mert ugye 8-ban nem tudtam eldönteni, hogy mi legyek. És úgy gondoltam, hogy a környezetvédelemből bárhova el tudok helyezkedni, és így döntöttem emellett, és hogy teltek az évek, egyre jobban megszerettem ezt a környezetvédelem ökológia részét, úgyhogy leginkább ezért. Mi ragadott meg benne? Hát nem tudom, talán az, hogy ilyen változatos, tehát mindig találkozik az ember valami újjal. Meg nem az van, hogy ilyen monoton munkát végez, hanem például mi is voltunk ilyen méréseken az iskolával, és vízminőséget mértünk, talajnak a minőségét néztük, és ez ilyen, hogy is fogalmazzam, nem is tudom, ilyen változatos. Tehát nem unom meg, mindig valami újat hoz, és így ezért. Mire számítasz, mit vársz tulajdonképpen ettől az úttól? Hát, hogy nagyon sok új barátot szerzek. Ráadásul a nyelvtudásomat is fejleszthetem vele. Ez egy olyan élmény szerintem, amit nem mindenki élhet át, és én ezen nagyon hálás vagyok.
és nem minden nap mehet így az ember hátizsákos túrára a vadonba, ráadásul Amerikában. A fiatalok a Shenandoah és a Yosemite Nemzeti Parkokban ismerkedhetnek meg a helyi természeti értékekkel. Életem legjobb két hetét tölthetem el a srácokkal. 39-en voltunk, összesen 6 nációból. Ott voltunk magyarok 5-en, voltak spanyolok, azt hiszem 3-an, norvégok 4-en, voltak Izlandról is 3-an, Ausztráliából voltak a legtöbben, ott körülbelül 17-en voltak, és még voltak az USA-ból is, USA-ból Pennsylvania területéről jöttek. Megtanítottak minket, hogy hogyan kell bepakolni a 6-napos túrára. A 6-napos túrára azt lemondanám el, hogy ez a backpack túra, hogy van egy 20 kilós hátizsákod, és abban benne van minden a 6 napra. És tényleg minden egyes gram számít a 20 kilónál. Olyan volt például, hogy 2 pólószabadot csak vinni, 2 alsónadrágot, 2 zoknit, mindenből 2 kabátot kellett még vinni, és kaptunk egy medvedobozt, amiben mindenkinek, nem úgy volt, hogy mindenkinek a saját étele volt, hanem például enyém volt a szerda reggeli. És ezeket vittük. És akkor én voltam a szerda reggel érce a felelős ember. És akkor ezt vittük, összesen körülbelül olyan 25 kilométert gyalogoltunk mi, de voltak, akik mondjuk 40-et is. Ez attól függ, hogy kit melyik csoportba osztották be. Aztán a 6 nap alatt, szóval minden nap olyan körülbelül 5 kilométert gyalogoltunk a 20 kilós táskával, és ez nagyon, nagyon kimerítő volt számunkra. Tényleg a bőrt azt leszette a vállunkról. A harmadik nap után jöttünk rá, hogy hogyan kell behúzni a táskát, hogy az patent legyen, hogy ne tegyen tönkre minket. Ez baj volt, hogy nem találtuk meg azt, hogyan kell megcsinálni. Minden éjszaka, ami a legjobb volt a napban, hogy el kellett mondani, hogy mit méltányolunk abban a napban a legjobban. És ezt a nem tábortüzet nem lehetett tenni, mert tényleg minden lángra kaphat, az tilos az egész nemzeti park területén, de zsáblánk park leraktunk, így fölfelállítottuk, és körbeültünk 15-en, és mindenki elmondta, és emiatt kerültünk egymáshoz olyan közeli kapcsolatba, ami fantasztikus volt számomra. Aztán én a 6 napos túra alatt fürödtem a Yosemite Creekbe, az 10 fokos víz, az olyan, hogyha beleteszem a lábamat, akkor nem hideg, azért nem hideg, mert már nem érzem. Aztán az első nap azt mondták, hogy az összes ruhánkat, meg minden felszerelésünket bele kell tenni kukászsákba, 2-be le kell zárni, mert hát, ha elered az eső, és elázunk. Hát én gondoltam, úgyse fog esni San Francisco vagy a Kaliforniába az eső, mert ott mindig meleg van. Hát nem is ez volt, hanem átmentünk egy derékig érő vízen, megcsúsztam egy kövön, és azzal a lendülettel a 20 kilós táska lehúzott a víz alá. Ott eláztam. Rendesen viszont a felszerelésem nem, mert be volt zsákva. Tehát mindent, amit az animátorok vagy a felügyelők mondanak, azt be kell tartani, mert nem hiába mondják. Ahogy a listán is mindent el kell vinni, például ilyen volt, hogy a téli sapkát és téli kesztyűt is odajöttek. Hát mondom, minek vigyek oda, mi 40 fok meleg lesz. Igen, viszont azt nem tudtam, hogy a szabad ég alatt fogunk aludni egy hálózsákkal, és sokszor 0 fok alá esett a hőmérséklet. És ott úgy volt, hogy az összes nálam lévő ruhát föl kellett venni minden este, tehát volt nálam 2 hosszú gatya, 2 póló, egy pizsama póló, egy pulcsi, egy kabát, és úgy be a hálózsákba. Így lehetett túlélni az éjszakát. Igen. És a 6 nap alatt mi voltunk ugye a Yosemite Creek mentén, kellett végigmenni folyamatosan, hogy a víz utánpótlásunk meglegyen. Az annyiból állt, hogy belemerítettük a kulacsot a patakba, 2 csepp klort vagy jódot raktunk bele, és 10 perc után már lehetett inni, annyira tiszta volt maga a víz. Aztán fölmentünk a Yosemite vízeséshez, ezt láttuk minden szögből, tehát voltunk lenne a völgybe, akkor láttuk azt, amit a turisták láthatnak, szóval amikor lenn voltunk a utolsó előtti nap, akkor körülbelül 2000 ember volt, csak mi föl is mentünk oda, ahol senki más nem. Szóval olyan plusz dolgokat is láthatunk, amit senki más nem. Mi feladatunk az volt, hogy mivel döntöttük el, hogy milyen feladatot akarunk csinálni, de mindenkinek kellett valamit, amiről jegyzőkönyvet kellett vezetni, és a végén ki kellett értékelni. Nekünk az volt a feladatunk, hogy vettünk egy körülbelül 10 centim nagyságú követ, egy fél méter és egy akkora követ, amin feküdni lehetett, és megnéztük ezt a nap 3 szakán, szóval reggel, délben, este, és a dél és este között még 3-szor különböző órákban, de mindig ugyanabban az órában megmértük a hőmérsékletét, és arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire tartják a hőt magát. Szóval lehetett ilyeneket kitalálni, és utána, amikor visszaérkeztünk a táborba, a Crane Flat táborba, akkor ezeket ki kellett értékelni az összegyűjtött adatokat. És ehhez kaptunk számítógépeket, Excel táblázatot, mindent, és utána, amit megcsináltunk
diát, egy darab diakockát, és a táblázatokat hozzácsatoltuk, ezt kinyomtatták A2-es méretbe, és az utolsó előtti, vagy még talán az előtti nap lementünk a Yosemite völgybe, és oda akik kiállítgattuk őket. És jöttek a turisták, és el kellett magyaráznunk, hogy miről van szó.